amikor én magam improvizálok, az egy felszabadító érzés. Amikor én magam megyek egyre mélyebbre magamban, az egy ijesztő, de bátorító érzés. Amikor a csoportban vagyok, akkor úgy érzem, hogy otthon vagyok. Akkor úgy érzem, hogy ez az energia, ez a végtelenségig tudna áramolni köztünk, és beszélni, és kommunikálni, és játszani. Azért ajánlanám másnak is, hogy merjen erre az útra lépni, hogy merjen befelé nézni, merjen elcsendesedni, merjen magának megnyírni, merjen kapcsolódni, merjen más felé nyitni, hogy más is megérezze azt, hogy milyen megélni azokat a pillanatokat együtt, amit nem tervezünk, olyan dolgokat létrehozni közben, amíg sosem voltak, egy pillanatig léteznek, és aztán el is múlnak, és ennek a varázsát megélni, ennek a élvezetét, ennek az elengedésnek a bátorságát együtt megélni. Hollandiában és felnőttként már Belgiumban képeztem tovább magam, és ott szívtam magamba ezeket az improvizáció típusokat és irányokat, amiket mindmáig próbálok valami fúzióba összeilleszteni és tovább mélyíteni és kutatni. A test, a hang, a beszéd, ezek mind-mind ugyanolyan egyenrangú eszközei az improvizációnak, és ebből kifolyólag a gyakorlatokat is úgy építem fel, hogy mindegyikre legyen példa külön-külön is, először test, aztán test és hang, aztán test és szöveg. Többször felszabadulnak ezek mondjuk a szabályok a gyakorlatban, és már mondhatni mindent lehet, vagy mindenféle eszközt lehet használni. Igyekszem, hogy valami őrület legyen. Szeretném, hogy a résztvevők ki tudjanak szakadni a szokásos mozdulatsoroktól, a szokásos állapotoktól, a szokásos érzéseiktől, és merjenek mélyebbre menni. Tehát ez egy mélyre ásás magunkban, egy intenzív kapcsolódás kifelé, és az egyszerű dolgokból a komplex felé haladva próbáljuk a csoportot egy nagyon színes és izgalmas improvizáció felé vezetni.